Portrék, ügyek, emberek. A mikrofonnál Lentulai Krisztián. Néhány perccel az adás előtt kimentem az épületből, kedves hallgatók és nézők. Elővettem a telefonomat, és nekem ugyan nincs Shazam nevű dalfelismerőm, hanem egy Soundhound van, és elkezdtem ráénekelni egy Wolfkati dalt, <laughs> hogy kidobja-e nekem, nem dobta ki de az a helyzet, hogy a főhős is ugyanígy járt. Köszöntelek itt a Karcefem stúdiójában. Szia, Kati. Szia, szia. Igen, azért kuncogok itt közben, mert valóban ugye beszélgettünk, hogy az milyen jó dolog, hogy mindent felismer, de hát nem ismer föl. Én, mi egyszer egy fél óraig riáktunk, röhögtünk azon, hogy mindenféle módon próbáltam a szerelemét most, ami hát hisz a saját dalomat csak fősmeri. Belénekel, és azonban is fogalma nem volt. <laughs> és, és, próbáltam jól, rosszul, magasan, mélyen, ami, is. Én minden hogy próbáltam. Én, tehát, hogyha nincsenek meg azok az algoritmusok, ami benne van a, a háttérzenében, meg az a, a nem tudom én, a dob, vagy mit tudom én, mit ismer föl akkor. Lehet, hogy ha az alapra bárki, Julika néni, megkérem, hogy énekelj rá, azt is fölismerné. De ha csak úgy önmagába énekelgetsz, azt Annyira nem. úgy akartam kezdeni az adást, hogy engem felismer, és téged nem. De nem jött Szólyos. össze. Nem jött, tehát konzekvens. konzekvens Megküldök alapot a hozzá, és akkor... Köszönjük szépen. Uh, ami miatt itt vagy a, az egy olyan dolog, amelyben régi barátom Dandozoli már egy idei rágta a fülemet és ő, ezen a héten ennek eleget is fogok tenni Budaörsön lesz egy Wolfkati koncert most mondjuk mindenkinek aki a YouTube-on is néz minket és a rádióhallgatóknak is mert hogy itt valami egészen mást kap az ember és az egészen mást azt tessék zenei füllel érteni, Igen. tehát nem, nem hirtelen reppelni fogsz, vagy nem <laughs> ilyen, mit tudom én, Igen. ilyen ver verseket fogsz szavalni hatalmas pártosszal a színpadon kíséret nélkül, hanem arról van szó, hogy egy komoly ránc eset. esett. Igen. Tehát a, szinte azt kell mondjam, hogy a legismertebb Wolfkati katalógus így dalok sora. Mi volt a, a késztető erő? Azt vettem észre, hogy a, a koncerteken, ugye nekem alapvetően elektronikus dalaim vannak, vagy hát az a hangzás, amit a, a rádióból hall a közönségem, az egy elektronikus zene, és elektronikus pop zene. És a, a koncerteken, amikor ugye zenészek vannak körülöttem, akkor mert hát más hogy nem megyek fölépni, a, totál máshogy kezdtük játszani a dolgokat. De kicsit atok volt, hogy akkor játsszuk ezt egy kicsit erősebben, vagy rokkosabban. Ne, ö, kicsit félve használom a rokkos szót, mert most olyanképpen pop rock koncertem volt, de azért nem nem csúszok és hörgök, a, tehát nem trash mentünk át, csak kicsit ilyen rokkosabbra ö, ö, újítottuk fel az egész műsort. De ehhez kértünk segítséget Maditól, Madarezgában Gábor, ugye egy Jenny, zseniális figura, aki, aki, aki iszonyú jól ráérzett arra, hogy ezekből a popnotákból hogy lehet sokkal élőbb jellegű és, és poprockosabb, meg ilyen nagyobb, szabású, grandiózusabb hangzású dolgokat csinálni, ami tényleg nagy koncertre való. Úgyhogy iszonyú sok meló előzte meg a, a most nyár végén kezdtük végül, vagy nyár közepén kezdtük így játszani a, a, a zenéket. Rengeteget próbáltunk, többek között Dando Zolikával, ugye, aki a gitáros a, a zenekarban, meg hát egy ilyen zenei adja is a, a zenekarnak. A madinak a vezetésével Állati jó meló volt, én nagyon nagyon élveztem, és nagyon jól, jó visszajelzések jönnek a közönségtől. Tehát az, ez, egy, ez egy húzos koncert lett. Igen, a laikusoknak mondjuk el, hogy nem csak arról van szó, hogy kipattan egy ilyen gondolat, és mondjuk a, a koncerten meg van beszélve a hangtechnikussal a pultnál, hogy uh -huh. akkor a erősebbet kérünk a gitárra. Igen. Meg a, alapvetően ugye a gitár és a dob az, amit nagyon át kell ilyenkor, tehát az, az húzza ilyenkor rock felé a, a pop produkciót, igen. de hát ez de hát nem, nem elég, hogy csak ennyi van, ezt nagyon át kellett Bizony. gondolni a madinak. Ez, hát igen, ez egy totális új hangszerelést jelent, tehát minden hangszereknek... Hát itt vannak plusz szólók az... is. Abszolút, vannak, vannak, igen, elég sok gitárszóló van, nyilván akusztikus gitár már nincs, hanem, hanem elektronikus gitár van, ha kell, akkor azt, azt torzítós. Mások, a, mások a, a, szintetizátoron megszólaló dolgok, ugye a galambos Zoli galamba szintetizátor, négy darab. van tehát ízlés szempontjából igen. galambnak négy is négy darab persze. keyboard van mellette, azon játszik, plusz még a, 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 dobosunk, a, a zombori atus egy Hát fiatal a... srác, egy őrült egy tényleg, zseniálisan gitározik, és tök jól zongorázik, és hát egyébként dobos, és Herati is a basszusgitáros, ami, a, a, aki szintén egy állati jó arc, meg iszonyú erőteljeseket tud ö, ö, basszusgitározni, és vele kapcsolatban van még egy nagyon édes sztorim, hogy az én első gimnáziumi csapatomban ő volt a, a basszusgitáros, tehát amikor mi még ilyen fiatal csirkék voltunk, akkor együtt kezdtünk zenén, és aztán úgy eltávolodtunk az életünk másfele, a haladt, és egy ideje már úgy jött gitározgatni, vagy basszusgitározgatni hozzám, és most, amikor újra alakultunk, és végül zenekarra alakultunk, nem csak egy ilyen session dologgá, akkor ő lett az egyik oszlopos tagja. Innen, innen is csókoltatom Atuskát meg Zolikát, és nem lesz elegáns a kérdés, mert ilyet nem illik feltenni valakinek, hogyha összekéne hasonlítanod a korábbi Wolfgati zenekarokat, mert mondom, többféle inkarnáció volt. De, tehát nem kell megmondanod, hogy ez -e a legjobb, de ez egy, ez egy bitangerős. <laughs> Még nem mondtam el a Géra Lacit, ő kongázik, bocsánat. Ő bocsánat szóval ez egy bitangerős Nagyon erős. Én eddig is nagyon erős zenekarokkal játszottam, de... Ö, kiváló session zenészeim voltak, jazz session zenészeim, akik mondjuk egy akusztikus koncert tényleg zseniális volt. Most, 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 olyan emberek vannak körülöttem, akik ezt elsődlegesnek tekintik, és akik valóban az én zenekarom, és inkább ilyen rockkarcok, igen. A Rakoncai meg a, meg a Rácz Gergő mit szól a szerelem miért most? <gül> Hallották? <laughs> ez még But, nem, ez még nagyon friss, nagyon friss. Én azt hiszem, hogy... Most, most szólal meg Magyarországon először rádióban? A rádióban? Igen. De jó. Igen, rádióban igen. Így van, így van. Uh, Tévében már jártunk vele, de rádióban ez a, ez a debütás, mert ez igazából, uh, ez koncerten hallható így. Uh -huh. Tehát mi is szeretnénk feljátszani majd a dalokat, és uh, újra futtatni ezeket a rádióban, nem pedig a, a, csak a régi vezőket. Uh, ne gondoljon elrugaszkodott hangzást az, aki most hallgatja ezt a riportot. Tehát föl fogják ismerni a dalokat, fölismerik a szerelemét most, szabadnak lenni, itt felismerik a próbád méget, a hívjuk előtt, mindig felismerhető, de sokkal nagyobb stenk van a színpadon. <laughs> hát, hogy, hogy ez tényleg egy ilyen popro koncert lett, és olyan feldolgozásokat is játszunk, amiket én baromira szeretek, amit említettél is még a riport előtt, például a Hart nevű zenekarnak az Alone című száma, ami egy iszonyatos jó nota, állati lehet, nagyot lehet benne énekelni, és olyan húzása van, hogy csupa olyan dalt hoztunk még be, ami, ami beleillik ebbe a, ebbe a, ebbe a húzós visorba. Nehéz föltennem a kérdést úgy, hogy az ember ne venne tudomást a több évtizednyi sajnálatos módon nem mindig a legminőségibb hazai zenei közizlésre. Ti már ezt a fajta setlistet Megfuttattátok párszor. Tehát uh -huh. ez, a, ez a hangzás, ez uh -huh. már pár koncerten, a mostani turnén, aminek az Budaörsi lesz most ugye a következő állomása, ez már megy. Igen. Le tudod mérni a színpadról látva állva a közönség reakcióját, hogy ez milyen. A közönség nem simán csak a Wolfkatira kíváncsi. Tehát egy, a, a közönség van ott fülben, hogy el tudja dönteni, hogy egyrészt ez más, és uh -huh. azt is, hogy ez jobb-e? Biztos érted, mire Értem. Mert, le... mert értem. néha azt gondolom, hogy nekik mindegy, csak ott legyen a Kati. Hát képzeld el, hogy szerintem nem. És ezért nem lehet soha azt mondani, ezért soha nem mondhatja egy média azt, hogy hát én azt adom, ami, ami kell a népnek. Nem. Azt kell adni, amihez azt akarjuk, hogy hozzá, hozzászokjon a közönség, mert igenis van rá. Akinek nincs füle, és hazamegy, az nem is baj. De szerintem van füle, és alapvetően, ha ne, nyilván nem is az vagy, hanem egy te. Józsikám, hallod, hogy ott a gitárszandba egy kicsit más, tehát hogy más a riff, tehát nem ezt fogják elmondani, hanem az, hogy bitangos volt a koncert, hogy magukkal, magával ragadja őket. és nem is kell, hogy, hogy észrevegye valaki azt, hogy ott a háttérben más szól. Vagy mit tudom én, hogy itt, itt volt még egy nyolc ütemes szóló. Hanem, hogy, hogy azzal menjen haza, hogy hát, jó volt, és legközelebb is jövök. Mert szerintem van fűre, van fűre. Aki ilyen nagyon erős rajongó, aki tudja a számokat, és otthon hallgatja, annak föl fog tűnni, hogy fú, ez máshogy szól. De, de én azt hiszem, hogy alapvetően nem szabad lebecsülni soha az oda jövőket, és jót kell adni. Ez a 2022-es Volkati hangzás. Van az a Volkati hangzás, ami. Végül is ki voltál szolgáltatva az akkori kornak a, a divatjának és a stílusának, ezért elektronikus popból Igen. ismerhetünk téged Igen. meg, mert amikor te nagy, a nagy közönség számára igazából ismert lettél a tehetségkutató kapcsán, akkor lényegében a nemzetközi zenében az futott. Igen. És van egy harmadik dolog, az a Wolfgati, aki otthon mondjuk pizsamában saját <laughs> maga szórakoztása zenét hallgat. Aha. Melyikhez áll közelebb ez a fajta rokkos hangzás? A, abszolút nem hallgatok elektronikus zenét. Tehát Ilyen. akkor te elfogadtad, hogy a kornak akkor az volt volt a... Én nekem az tetszett, tehát én soha nem csináltam olyat, amire azt mondtam, hogy jó, hát ez nem tetszik, ez csináljuk azért, mert, mert, mert ez fut. Hanem valahogy úgy olyan szerzőkkel hozott össze a sors, akik ebben jók voltak, és meg, megálmodtak valamilyen dalt, ami, ami az engem képzeltek el, Ö, Amiket én csináltam, mondjuk egy szabadnak lenni, azt emlegettük is. Én azt nagyon-nagyon szeretem, azt a dalt, abban a formában is, ahogy ezt ismeri a közönség a rádióból. Szerintem szuper jó ki van találva, fantasztikus szövege van, nagyon-nagyon, szerintem el tud találni az emberekhez. De az a dal abban a formában, színpadon, egy élő koncerten nem szól jól. És adta magát, hogy akkor kicsit az én gyökereimhez is visszanyúlva, ahogy én fölnőttem, és amilyen zeneket én játszottam, hogy akkor valahogy egy vegyítsük. Meg azt hiszem, hogy az én én habitusomhoz egyébként is illik nagyon az ilyen nagy éneklős, meg vagányabb dolog. Úgyhogy nem volt ez ilyen nagyon, tehát hogy egyértelmű volt, hogy hogy erre megy megy talán a, a hangzás, mert a maga az élő koncert az mindig, ha, ha megnézed a nagy énekesnőket, mondjuk egy Celine Dion, akinek van a 100% dalából a 95 lassú. Egyébként ő, ő is be, a hard, hard -dalt. Igen, 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 igen. Ő is berokkosítja, mondjuk, mondjuk a That's the way it is, azt nem úgy játsz a koncerten, mint ahogy halljuk a rádióból, hanem kicsit így be van nyersesítve, rokkosítva. Tehát nem vagyok, nem csináltam újdonságot ebbe a szempontból, hanem, hanem koncertesítettük a dalokat. Ha évtizedekben gondolkodunk, akkor azt lehet mondani, hogy az élő zenének volt egy borzasztó, siralmas időszaka, és szerintem azon túl vagyunk. A mostani fiatalok, tizenévesek újra Így van. láthatnak a Budapest Park, tele van mai Bizony. olyan zenekaroknak a buliaival, akik, akik a színpadon állva ilyen huszas, jó, max, talán 30-as. Uh -huh. Tehát, hogy, hogy volt egy kiesés, és Igen. utána újra van egy egy másik és generáció, rá vannak kényszerítve az élőre, az élőzenészekre Igen. és az élőzenélésre. A te szakmádat, a női szakágat hogyan uh -huh. hogyan uh -huh. értékeled most? Látsz-e olyan, tehetségeket, fiatalokat, uh -huh. akik vagy, a, vagy azért, mert a színpadon iszonyatosan jól a uh -huh. kisugárzásuk és jól énekelnek, vagy azért, mert valami egyéniség, egyedi hang, színük van, amivel Végre, hogy mondjam, mm -hmm. valami fajta mm -hmm. értéket lehet újraadni, mert ez egy 10-15 év szerintem kiesett. Igen, Voltatok igazadban. ti egy-egy kivételes eset, akik, akik felvállaltátok a rossz évtizedben is az, az mm -hmm. élőzenének a fontosságát, mm -hmm. de egyébként ott egy csomó olyat tudunk mondani, hogy jobb, ha nem is Igen. beszélünk róla. Igen, és valóban tökre egyetértek, és nagyon fontos a téma, hogy szerintem ma már nagyon cikiprébe vagy félprébe kellni. Szóval, hogy nincs, nincs ez ez letűnőben, hála jó Istennek, és uh, a, azt gondolom, hogy tök tök sok fiatal van, aki, aki nagyon ígéretes, és főleg zenekarok, és az egy nagyon jó dolog, hogy nem is feltétlenül csak szólisták, hanem, hanem zenekarok jönnek elő. És ha én visszaemlékszem az én fiatal koromra, a, a fél a, életünket a garázsokban töltöttünk, próbálva vacak hang, hang mi ez, hangcucokon, erősítőkön, úgy szólt, mint tényleg, mint a nem, mondom ki, és de, de és, és, az megkérdezhetetlen volt, hogy első helyen van az. És eszünkbe sem jutott, hogy mi az, hogy kémész, és tátogsz, vagy, 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 bármi. Szóval, hogy, hogy élő volt mindenkinek az életében. És tényleg kimaradt egy, egy hosszú idő, és ez letűnőben van. És ha példát kell mondanom, a, Rengeteg olyan zenekar van, a Carson Koma szerintem az egyik legjobb, tehát akik, akiknek mondandójuk van. De és... a kilenc éves fiam hallgatja, fogalma nincs, hogy némelyik szöveg amúgy mit jelent, és egyszerűen elterjedt már náluk is. De, de jó, de nagyon jó. Szóval, hogy van, van a fiatalok között olyan, aki hoz valami tök új mondandót, olyan szövegeket, nagyon jó, hogy színesek a formák, hogy nem egyféle arcot látsz, hanem egy tök színes és uh, egy ilyen kavalkátszerű uh, zenekaros díj jött be a popzenébe, és ez nagyon-nagyon kell. Nyilván most is vannak olyanok, akik, akiknek uh, mit tudom én, nem a színvonal a lényeg, meg nem a hosszú távú, de ezt mindig majd eldönti a sors meg a közönség, hogy mi az, ami fennmarad, és mi az, ami nem. Azt, én azt vettem észre, hogy sajnos az éneklés nem olyan fontos uh, már, és nincsenek nagy énekesek, nincs, nincs hangképzés, nincs énekes képzés, hanem önmegvalósítás van. Pedig egy nagyon fontos része lenne az énekesek. Tehát nem divat már az, hogy tudjál eszeveszettül énekelni. Az nem divat. Elég, ha mondandód van. És én mondjuk nagyon fontosnak tartom a mondandót, és anélkül nincs előadó művész, de az én, nekem az éneklés az nagyon erősen egy szakmai dolog is, amit meg lehet egyébként tanulni, mert egy kifejezés, És a saját mondandódat nem fogod tudni olyan jól előadni, ha nem tanulod meg a hangszert. Hangszeres nem látsz olyat, aki nem tanulja meg a szakmáját, a hangszerét. Azzal kezdi, hogy ha bemelegít a git, miért hát tudjuk gitározni. Persze, a, a lepel egyből. Ha, Igen, az van. énekeseknél még mindig nem hullik le, tehát ki tudsz menni ugye a színpadra, hogy vacakul énekelsz. Azt mondjuk nem szeretem, de az nagyon jó, hogy hogy vannak már formák, akik előmernek jönni, és nem egyenarcok. Időben most kéne leadnunk a dal, csak azért tolom még, mert a, a következő kérdésem szervesen még ide tartozik. Én uh -huh. ezt a kérdést az elmúlt tíz évben minden kifejezetten jó hangú magyar énekesnőnek Muri Enikőtől Horány keresztesig föltettem. Mindenkinek kíváncsi vagyok a saját értelmezésére. Magyarország egy pici piac uh -huh. zeneipar szempontjából. És az én állításom az, és kérlek, ezt erős is vagy cáfold, hogy nem alakult ki a kultúrája annak, hogy Magyarországon rajongjanak nőkért. <laughs> Mert kimegy ki el, uh -huh. tehát nem tudsz tömegével, oda vonzani, hogy megtölts egy uh -huh. puskás, ö, uh -huh. puskást, uh -huh. a puskás vagy a paplászló arénák, teljesen mindegy. Azért, mert azt vagy egy férfiakból álló zenekar fogja megtölteni elsősorban, uh -huh. egy férfi szólistának uh -huh. már nagyobb esélye van, mert uh -huh. arra elmegy a férfi, mert hogy, mert hogy ha énekel ma csobdalokat, elmegy a nő. Igen. A rajongási ö, kultusz jobban ki tud alakulni. Igen. Értetek? És ez egy borzasztó helyzet, tehát uh -huh. erről muszáj beszélni. Értetek? Ugyanúgy lehet rajongani, de egy férfi azt mondja, hogy hát most most elmegyek egyedül a Wolfkati koncertre. Mondjuk én most el fogok menni, de engem hívtak. Minden férfi tívunk. De, de érte, érted a pszichológiáját? Értem, értem. Elmegy egy férfi, ha kíséri a barátnőjét. Igen. Egy, nő el, egy nő el fog menni a Wolfkati koncertre, Igen. de a férfiakra nem számíthatsz Igen. már úgy. Igen. Míg egy férfi van. számíthat mind a két nemre. Igen, igazad van. Ha Amerikában lennél, ott lenne akkor a mennyiség, Igen. hogy ez nem probléma. Igen. Jó, nálunk is van, mert a Magdi, a Rúzsa Magdi, ő megtölti, és ez tök jó látni, hogy ilyen van. Tehát, Na jó, de, de fel kéne, kéne sorolni tizet, Föl kéne sorolni, mert nem annyi más jó női. hangunk minimum van. Igen, uh, abszolút igazad van, és ha belegondolok az én koncertjeimre, akkor tényleg a párokban szoktak jönni manusok, és... Uh, Ö, szólóban nem nagyon, de azt vettem észre, például amikor ezt a Hárt dal részletet kiraktuk, akkor arra sokkal több Manus reagált. Tök érdekes volt, hogy, hogy ők ismerték ezt a korszakot. A ez a Hárt dal, és ö, emlékszem rá is, és, és valami megérintette őket, tehát azt hiszem, hogy nyilván ez stílusfüggő is, de az biztos, hogy mindig többet kell melóznia egy női énekesnek, mint egy férfi énekes. Ez van, szóval, hogy ezzel nem tudunk mit csinálni, lehetne sírdogálni a sarokban ezen, de a, a megoldás az az, hogy tolni kell, mint a disznó a zenélést, és minden. Én abban nagyon hiszek, hogy... Minden egyes színpadon le, lét, az, az ezer százalékon kell forjon, tök mindegy, hogy tíz darab Julika néni van ott, vagy pedig mindenki elhozta Manusát, és ezren tombolnak. Én nem tudok azzal foglalkozni, hogy, hogy ezzel a részével, amit mondasz, hanem azt tudom megtenni, hogy csinálok egy bitangos koncertet, amin például nagyon jó zenészek vannak, és azt a például a férfiak szokták tudni értékelni. Tehát azt látom, hogy a nőknek nagyon fontos, hogy a nő énekes mit csinál színpadon, vagy hogy énekel, vagy Milyen mit mond. Van. Igen, igen, igen. Egy férfi azt pedig nagyon tudja értékelni. Például a jó billentyű szólt, mondja, jó volt. Igen. Vagy egy dobszon mondja, hogy azt úgy a fáját neki. Szóval mindenki megtalálhatja azt, ami ott tetszik neki. Én meg azt tudom csinálni, hogy csinálok valami nagyon jót fönt a színpadon. És akkor az egy idő után révbe ér. A rádióhallgatóknak, akik élőben hallgatnak minket, az a szerencsés helyzetük van, hogy hallhatják a szerelem mért múlsznak a vadonatúj rokkosított változatát. Ez egy élő verzió lesz, tehát duplán lesz exkluzív, és először tehát ősbemutatónak számít a hazai rádiózásban, ahogy Katitól megtudtuk a YouTube csatorna nézői, pedig a szerzői jogvédő dolgok miatt, hiszen azonnal levágná a videót, ott ők abban a kevésbé szerencsés helyzetben vannak, hogy amikor ezt most felkonferálom, utána egyből fogunk jönni vissza Katival a beszélgetéssel, de utána szerintem majd a Karcafem honlapján, ha valaki kíváncsi rá, az meg tudja hallgatni utólag az archívumból ezt a, ezt a dalt, aki csak a Youtube-on követte. Szóljon tehát a szerelem miért, Múlsz Wolf Kati van velünk itt a Karcolat adásában, én Lentulai Krisztián vagyok, és a beszélgetést Katival a dal után folytatjuk. A karcolat adása Lentulai Krisztián vagyok, továbbra is köszöntjük a rádió hallgatókat, illetve a YouTube csatorna nézőit, Wolf Katival beszélgetünk, és itt a dal alatt arról beszéltünk, hogy ugye szabadtéri lesz a Buda őrsi szombati fe fellépés, igen. és van egy kis aggodalom. De hát ez, ez, a, ez vele de jár az a az szakmádnak. Utóbb, igen, tehát augusztus 19 -dik, 18-án elkezdtünk aggódni, és azóta mindig, mikor bulivan nézzük a fellépéseket, azokat még arrébb lehetett rakni, de ez a Budapest Budapest 30 pubnak egy 25. szülinapi bulia, egy, gyakorlatilag egy ilyen mini ott Budaörsön belül, ők, ők, egy nagyon ismert hely, és hát pont tegnap voltunk a helyszínbe járni, beszéltünk a a tulajdonossal is mondtuk, hogy akkor most nem nézzük meg az és Fedett a színpad, mi ott leszünk, tehát aki nem papírkutya, az jöjjön akkor is, ha esik az eső, mert mi fellépünk szombat este. Anyaszkodt. És egy ilyen helyzetben, ha gondolom ez egy szüli nap, egy vendéglátó egységnek, akkor nincs eső nap. <laughs> hát nincs. <laughs> Nincsen. Nincs. Ráadásul a következő szombaton mi már izsákon leszünk ugyanezzel a, a koncerten, úgyhogy a, aki esetleg arra felel, akik azt is várjuk szeretettel. De ennek nincs eső napja. Meg hát, tudod, most már jön az őszki, az aki át csak mondjuk egy hónappal ezt. Azt mondtad, fesztivál jelleget öltött a dolog, uh -huh. a kezdési időpontot meg tudod mondani neki? Este nyolc, <kül> igen. De egyébként két napos buli sorozat, úgyhogy nézzétek meg a Facebookon, mert tök jó programok lesznek. Milyen hosszú most ez az új repertoár, Kati? Hát van egy öten perces műsorunk, meg van egy másfél órás. A, másfél órás az, az, az rend, ott mi visszük a fényt, állati jól néz ki a színpad, táncosokat. Most ez a hétvégé, ez egy egyórás koncert lesz, de táncosokat ide is hozunk magunkat kicsit ez ilyen elegy, de ez egy egy órás És kicsit. a rövidebbnél melyik dalok esnek áldozatul? Feldolgozásuk vagy saját? Is, 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 is. Azért alapvetően nyilván saját dalaimat preferálom, és azokat játszuk, de azért van, van néhány feldolgozás nóta is, de azért az, az, kevesebb van. Milyen volt ez az év? Ugye volt a Covid miatt egy borzalmas szezon, Igen. Amit, amit csak túlélni lehetett épp Igen. Hogy. Igen. És ha azt vesszük, hogy az ember globálisan a turizmust, a, a vendéglátást, mm. a Balatont, hogy nézett ki idén. Azt lehetett mm. mondani, hogy ez az év, te is kijelenteted, egy teljesnek mondható év Hát volt. a nyár az az volt. A nyár. Igen. A nyár az az volt, igen. De most most megint sírít jön, és mindenki kivár. Hát pont most... Azt ö... tudod, hogy az önkormányzatok spórolásra lesz kényszerítve, Tudom, tudom. Kényszerít, tudom az titeket a Színháza, is erősen érint. hát mindenkit, pont most találkoztunk itt több zenésszel és mindenki mondta, hogy most egyszer csak be van írva a stoppa a naptárba, és utána semmi, tehát mindenki ül és vár, hogy mi a fene lesz. Na most ö, nem kell nagyon átlátni a, a nemzetközi helyzetet, ezt nagyjából a szomszédban folyó háború számlájára írhatjuk. Azt, hogy innentől kezdve olyan áremelkedés, meg spórolás lesz, meg stb. A Covid az az a semmiből jött, lényegében ez is a semmiből jött. Még mindig van, aki a COVID miatt is fél. Egyébként, igen? tehát a, igen, a, nem is tudom kimesét, hogy nekik lemondtak bulit a COVID miatt októberben. De csak azt akartam ezzel mondani, hogy te gondoltad, hogy a te életedben lesz két, néhány éven belül két olyan dolog, amire nem lehet felkészülni, nem, és alapvetően egzisztenciális problémát és zavart okozhat? Szerintem senki nem gondoltad, de ha belegondolsz, hogy ha végnézed a bármelyik, bármelyik szakaszát a történelemnek, akkor az emberiséget mindig érte háború, mindig érte járvány, mindig érte árvíz, asszály, gazdasági válságok, tehát olyan nem volt, hogy minden jó. Túl szerencsések voltunk És eddig. A nekünk volt az életünkben egy hosszú-hosszú szakasz, ami nagyon szerencsésen alakult. Nekünk, mert a világban közben volt, máshol volt járvány, meg máshol volt háború, csak az mindig olyan könnyen nézi az ember, ami nem őt érinti. De, de nem tudsz olyan időszakot találni a történetben, egy semmelyik népnek szerintem, amelyik mindig békében és nyugiban és baj nélkül élt. Sajnos el voltunk kapatva. Ez egyébként idővel akár új dalok témáinak a, 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 dolgaira is rá tud ülni, vagy ilyenkor pont direkt optimista és, és jó dalokat, vagy szép dalokat kell inni, nem pedig elgondolkodtató, depresszívebb hangulatúakat. Mindenképpen rányomja szerintem a bélyegét, és a, a idén, ugye télelején volt a, megint volt egy dal című válogató műsor, és ott tag voltam, és végighallgattuk, mit tudom 400-be érkező pályaművet, és megdöbbentő volt a, 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 az ilyen beborult daloknak az aránya, ami kifejezetten, volt egy csomó, ami kifejezetten a Covidról szólt, meg egy csomó, ami idézelben csak iszonyú depressziós volt. Akkor dönt. ez is inspirál. Biztos, hogy inspirál, meg tudod, ez úgy van, hogy a a popzene a nagy részét a fájdalom szüli, vagy az ember sokkal sokkal ö, aktívabb és közlékeny. Meg lesz hirtelen, lesz mondandója, amikor ö, nyomorultól érzi magát. Amikor minden szép és jó, akkor az születnek, vagy nem tudom, akkor, akkor jönnek azok, hogy, jaj, de happy vagy. Az valahogy sose találja meg annyira az embert. Ö, mindig erősebb a mondandó, amikor valami nem jó, vagy fáj, vagy gyászban, vagy, 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 vagy azba csapott az élet. Hova helyezed a 2022-es időszakban magadat abból a szempontból, hogyha visszanézel a teljes karrieredre, <laughs> karrieredre bocsánat. Volt-e Wolfkati mélypont, volt-e Wolfkati hosszabb nem tudom, ilyen szakadás, kihagyás, voltak-e másodvirágzások, reneszánszok, hogy, hogy néz ki, és Aha. most milyen erőben Aha. érzed magad? A iszonyú sok erőt érzek magamba és nagyon jó a csí, nagyon jó ö, ö, időszakot gondolok most, vagy úgy érzem, tényleg újra született a, a koncertem, és ezzel együtt én magam, rengeteg energiával bírok. És, és voltak olyan időszakok, a befutásom óta, amikor... Ugye én is jártam pendrive fellépni, és az, azt lehúznám a WC-n, azt nem szabad. Azt is megcsináltam tisztességgel. is. és ott azt mondják, is... jól lehet keresni. De nem, nem, kell nem szabadna, a nem szabadna, nem szabadna menni. Nem szabadna. Pláne annak, aki, aki zenében nő föl, senkinek nem szabadna, de aki zenében nő föl, és én abban nőttem föl, és annak nagyon örülök, hogy ez már nincs, hogy ezt már rég a maga mögött tudtam. és Még ö... próbálkoznak kisebb helyek, hogy, de hát igen, hogy de... nem akarjuk a zenekart, Aha. mert annyi pénzünk nincs, hogy Kati, jönnél le Aha. De Hát nem. Nem. Vagy hát már színóval... tudják rólad, és nem is jön ilyen? Hát igen, most már azért szerintem már nagyon kevés jön. Ö... Szóval persze, hogy voltak hullámzások, mert mindenkinek van, akinek nincs annak, meg majd lesz, vagy nem vallja be. De most, most, azt gondolom, hogy persze kutya nehéz évek voltak ezek, amik most voltak mindenkinek, tehát ezt mindenkit magával rántott, kivéve a maszkot gyártottál, vagy lélekeztetőgépet. De de nem lehet, meg most mindenki fél, hogy mi lesz tényleg, ha nem, tud, nem tudnak befűteni, akkor nem vesznek majd koncertjegyet az emberek. De azt gondolom, hogy mindig szükség van zenére. Nem tud zene nélkül meg A COVID alatt se volt meg senki zene nélkül. És amikor az anyjukba küldték a zenészeket, hogy menjetek ti is rendesen dolgozni, akkor mindig azt mondtuk, hogy jó, ti, ti meg kapcsátok ki a zenét, a filmet ne nézzél kép, vedd le a képeket a falról, hogy írd ki a művészetet az életedből, rájössz, hogy te se tudsz anélkül élni. Meg ne akarja senki, hogy én vakoljam a falat, mert rohadt ronda lesz. És kell a, kell a, zene, az van, hogy nem tudunk más csinálni, mint előrefele gondolkodni és építeni a zenei dolgokat. És nagyon bízunk benne, hogy ez, ez majd ezt választják. Azért is lehet, hogy újra reneszánszát éli az élőzenélés, mert egy nagyon súlyos bevételi forrás esett ki a zenének a CD vásárlás formájában. Tehát az egyetlen bevételi lehetőség. A koncert. A koncert. Így van, így van. Igen, meg valahogy, ahogy... Tényleg... Illetve nagyon-nagyon szét kell hallgassák, uh -huh. nézzék a dalodat a YouTube-on, hogy abból valami vissza, hát azt vissza az, Ez érték, tehát nem tudom, hány milliós nézettség kell ahhoz, hogy értékelhető pénz jöjjön a YouTube-ról. Meg én nem csak, nem csak... az van, hogy a koncertből keresek pénzt, hanem én, én rohadtul szeretek fenntartani <laughs> az Tehát, hogy én nagyon-nagyon élvezem, hogy nem tudsz, nem tudsz olyan, olyan körülményt biztosítani, hogy én, én, ne érezzem jól magam, mikor már fenn vagyok. De az biztos, hogy, hogy, hogy ez lett a bevételi forrása minden zenésznek, de még valami eszembe jutott, hogy változik a világ, és mondjuk a, Bud Spencer filmekhez képest így bekeményedett a világ. Tehát az a korszak, amiben mi gyerekek voltunk, az nincs az elmúlt sokkal nyersebb, keményebb a világ, és ez azt is hozza magával, hogy szükséged, sokkal nagyobb szükséged van arra, hogy önazonos dolgokat lássa színpadon, és megtaláljanak olyan érzések, amit, amit egy az egybe kapsz a fent lévőktől. És az, az, nem, az csak egy zene tud lenni téged úgy ismer, nem csak a szakma, hanem szerintem, akik egy picit is whitefuel hallgatják a zenédet, és nem szakmabeliek. Hogy a Kati nagyon-nagyon ritkán, vagy, vagy, talán soha, talán inkább a ritkán, mert majd itt tiltakozol a soha ellen, ö, nem énekel hamisan. De hogy nem. Na, mondom, hogy <laughs> majd ezért nagyon kifogok a, a Adottság vagy szorgalom? Tehát te, nem tudom én, nem azt mondom, hogy a minden egyes nap, de hogy te, te ugyanúgy képzed magad a mai napig? Az, hogy te, te nagyon ritkán énekelsz hamisan, annak, annak hova, melyik százaléka nagyobb az adottság része? Vagy pedig te tudatosan erre magad? A, ebbe rengeteg, rengeteg, rengeteg meló van. A, én azt hiszem, hogy nagyon kevés olyan ember van, aki megszületik, felnő, és csodálatosan énekel, és az úgy, ez a Whitney Houston, meg a, Tina Turner, meg a... Nem tudom. de egyébként most a covid ot elkezdtem tanítani is éneket. Az összes többi ember, tehát a sok-sok milliárd, annak meg kell aki énekes akar lenni, annak ezt meg kell tanulni. És ez egy, ez egy, szakma, amit meg lehet tanulni. Tehát ha nem beteg a torkod effektív, akkor meg tudsz tanulni énekelni. Hogy aztán kibe mennyi tehetség van, vagy a hangja, vagy a tartalma el tud-e jutni az emberekhez, az már ugye, tehát utána rengeteg kérdés dönti el azt, hogy, vagy rengeteg minden dönti el, hogy valaki tényleg énekes lesz, vagy nem. De én nekem volt egy mesterem, Dékány Endre, aki négy éve halt meg, és hozzájártam 26 évig, és már rég nem azt tanulgattuk, hogy most hogy énekelj tisztán, de még az utolsó órán is tudott újat mondani, és tudott, tudott építeni engem. Tehát nagyon fontosnak tartom, mint minden szakmában, hogy az embernek legyen egy, egy mentora, aki szakmailag is megkérdőezhetetlen, meg emberileg is valahogy ráérez, és tudja őt ide-oda terelgetni. Úgyhogy ö, én nekem rengeteg kritikám a magammal szemben, még mindig, mindig, és igen, nekem is van rossz napom, és akkor sokkal jobban össze kell szednem magam, de a, nem is a hamisság szerintem az, ami, ami eldönt egy énekest, mert ha megnézel egy pink koncertet, ne kisfére menni, ha egy, -egy ja, hangja, de olyan, olyan egyéniség Ordít a szín... nem ez a jó szó, mert karizma. Ha, karizma van a színpadon, és olyan frontembert látsz, aki magával ragad, mert, mert mondandója van, mert tartalma van, mert valami olyan van benne, ami neked kell. És nem az a fontos, hogy most mellé megy egy cisz, hallottad, hallottad a cisz, hanem hogy elérje a, a zsigereit annak, aki ott van, vagy nem. De jó, hogy mondod ezt a színpadi jelenlétet az elmúlt, mondjuk nézzünk húsz évet. Totál más, hogy Csinálsz dolgokat, mások a mozdulataid, mások a. Nyilván vannak koreografálható mozdulatok egy színpadon az esetedben meg vannak ösztönösen jövő, talán az utóbbiból van több. De hogyha visszanézed magad. Én egyáltalán nem vagyok, hogy a színpadon nem nem hagyom magam ösztönösnek lenni. Én, én azt én nagyon tudatos dolognak tartom, nekem is és az működik. Mert... Az, az ad magabiztosságot, hogyha Igen. neked ott begyakoroltak a. Nem, nem begyakorolt, hanem. Rutin? Nem hanem az éneklés az egy nagyon-nagyon tudatos dolog. Téged nem vihet el a nagy indulat. Most egy szomorú számot, ha szomorú leszel a szomorú szám köz, közben, nem én nekem kell szomorúnak lenni, hanem a Értem. közönségnek. Ha dögös a szám, akkor nem, nekem kell úgy éreznem nekem mindig tudnom kell, hogy én mit csinálok, és hogy mint egy színész, te nem azt nézed, hogy ő... Ö, te azt nézed, hogy ő hogy játszik. Nem arra vagy kíváncsi, hogy az életben mi... Hogyha sír egy színész, akkor te nem azt akarod látni, hogy az a színész így sír otthon, hanem az a szerep, amit játszik, az így sír. Amikor egy színészt hallasz egy filmszerepéről nyilatkozni, akkor ő nem azt mondja, hogy jaj, olyan, ö, ö, mit tudom én, rosszul éreztem magam annál a jelenetnél, hanem azt mondja, hogy... Vagy hogy mondjuk, jaj, milyen kegyetlen voltam ebbe a filmben, hanem azt mondja, hogy, hogy Joe, akit játszottam, egy kegyetlen figura. El, ő eljátsza, ő elszínészkedi azt nekem, ne beleélje magát. Én nem arra, arra vagyok kíváncsi, hogy ő a hétköznapban milyen, amikor beleél, hanem arra, hogy hogy játsza el ezt a szerepet. Jó, de most ti hiába akadékoskodsz nekem, nem hiszem, hogy mindent ugyanúgy csinálsz, mint 20 nem, éve ne, ezelőtt. Nem az, hanem hogy a, a hangképzésnek, vagy az éneklésnek tökre tudatában vagyok. Tök sokat változtam, de alapvetően a mi lesz... Szerintem jobban uralod a színpadot, mint uraltad húsz éve most. Igen. Én, így Ami ért, a legtöbbet így változott, az az öntudatom a színpadon. És egy énekesnek, aki mondjuk hozzám bejön, mikor énektanár vagyok otthon, és bejön egy fiatal. Uh, ember, és ő, ő énekelni akar tanulni, akkor nekem az a feladatom, hogy nehogy ne, megtanítsam énekelni, mert ő fog tudni énekelni, az a feladatom, hogy megtanítsam arra, hogy ő önazonos legyen, és a saját hangját találja meg, de azt rohadt tudatosan kell tudnia, mert amikor rossz napja van, gondolj bele, hogy minden, ami, ami idegrendszer, az a torkodban van. Ideges vagy, akkor szorul a torkod. Félsz amitől gombóc van a torkodban. Ha valaki melletted köhög, te is fogsz, mert azt a helyzetet átveszi a torkod. Iszonyatosan ki vagy tévennek. Egy énekes nem lehet neki. Akkor is meg kell tudnia, el kell tudnia énekelni, tartalommal azt a amikor nem aludt egy órát se, vagy a gyerek végig az éjszakát, és akkor is el kell tudni rohadt jól énekelnie, amikor minden csodálatos és szép. Jó, de akkor azt mondod, hogy neked nem csak a szakmát kell megtanítani, meg nem csak a skálázás, meg minden uh -huh. ilyen dolog, ami muszáj, uh -huh. hanem ott te egy képesítés nélküli pszichológus is vagy. mert Abszolút. Az, na De akkor minden, minden, minden diákod, vagy, vagy ö, kliensed, aki jár hozzá tanulni, nem tudom, milyen korúak, akkor ott a, kicsit tudnod kell, hogy egyébként ő neki milyen Bizony. a családi háttere, nem tudom Bizony. én, mert hogy kiderül. kihatással van a, az kiderül. éneklésére. Szépen lassan kiderül mindenkiről. És ebben jó vagy? Hát én ezt tanulom még, Ebbe volt zseniális az én tanárom. Hogy, és mindig azt szoktam mondani, hogy Dikány Endre nem éneket tanított, hanem embert nevelt, mert semmelyik művész nem tud, egy gyereknek megmaradt ember nem tud művész lenni. Neki meg kell találni, az egy nagyon hosszú és nagyon... Rögös út, és nincs meg egy perc alatt. Tehát annak valóban egy nagy része pszichológia. Ez van. És az sose a tanárról szól, hanem mindig a diákról. Tehát annak a tanárnak az összes csápjával rá kell a, a diákra hangolódnia, és nincs, nincs, nem tudsz ugyanúgy tanítani mindenkit. Mások a mondatok, amik elérnek a fejükbe. Mindenki tudja, hol lesz az ő végső határa, aki hozzád megy, vagy van olyan ember, akinél te pontosan tudod, hogy szegénykém, azt hiszi, hogy zé, én ez a Broadway, miközben tudod, hogy nem. Kézzed, hogy De es hát es senki, akkor is foglalkoznod kell. Hogy ezt senki nem hiszi. Tehát akkor ön a tisztában van? Szerintem ezen. inkább az van, hogy kevés az emberekben az a önbizalom, és bár nagyon szeretnék a Broadway-t, de közben csomó defekt, meg fék, meg gátlás van mindenkiben, mert nem, nem élünk korban. Azt kell le leszedegetni le mindenkiről, és aztán mindenki meg tudja érezni magában, hogy neki tényleg a Broadway lesz az útja, nem mindenkinek, és nem is kell. Az én generációm talán a legfogékonyabb korban, csöppen 74-es vagyok a, én a tehetségkutatók világába. És bárki akivel az ember beszél, nyilván van benne a nosztalgiával vele járó régen minden jobb volt, ami egy nagyon-nagyon fals dolog. Uh -huh. A nosztalgia nagyon sokszor uh -huh. rossz. Uh -huh. Mert uh -huh. torzít. Uh -huh. Hiszen ma már Apuka vagyok, dolgoz, tehát sokkal másabb a felelősségi köröm, hogy én minden egyes epizódját és, és szezonját a Megasztárnak, vagy az X-Faktornak, uh -huh. vagy a Voice-nak, én ugyanazzal a lelkesedéssel nézem meg, mint néztem mind a kettőből, a két nagyból az első hármat, mondjuk. De akkor is van egy közvélekedés, hogy szarabbak. Te mit mondasz? Én azt gondolom, hogy változnak, ami tök normális mert egyszerűen nem tud ugyanaz lenni, mint tíz éve, és más a, mások a, hogy hívják ezt, a fontos pontok benne. De Kati, nem lehet de... bevallani, hogy ennyien vagyunk. Tehát hogy nincs, annyi, tehát Én nem hiszek abban, hogy te... kicsi a piac. Te, neked hány kedvenc, nem tudom én. Én rossz példa a... vagyok, mert én, tudod, én is ugyanaz a vadbarha de... vagyok, mint de a de más a... gyűjtők. É, tudom, a művészet, nem mennyiségre megy. Soha. Érted? Tehát attól, hogy nekem tetszik egy énekes, attól a másik is tetszik. Mi? Te, 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 jut? Eszedbe se jut? jut összehasonlítani a, a, a Europe zenekart a White snake kel Nem, nem teljesen. Na, hát ha mondják két zenekart, akit szeretsz. <hums> mondjuk maradjunk a, nyolc, maradjunk a, 80-as éveknél, és hogy a hallgatók is értsék, mondjuk Bon Jovi, Aerosmith. Oké. Okay. Mert elkezded, hát szerintem a Bon Jovi jobban már mert a, a Gis, a Aerosmith, ne hallottad, hogy ott hamis, tehát, ilyen nincs. Szereted ezt, meg szereted azt, és ha jönnek elmész erre is, meg arra is. Ez nem mennyiségi kérdés. Soha. Most megvédted a szakmát. miért rendes vagy. <hállt> <laughs> és azt gondolom, hogy a mostani kutatókból is jön ki olyan, aki oda kell figyelni. Uh -huh. És ez sem attól függ, hogy, hogy mikor történt. Akkor itt, tehát tíz éves volt olyan, akit már régen fejtettél, mert úgy alakult az élet, és még az sem biztos, hogy nem volt jó, csak úgy alakult az élete, és most is van olyan, aki időnként elő-elő kerül. És ezeknek kell poront, kell fórum, kell terep. Wolf Kati dallal fogunk búcsúzni. Ez volt a mai karcolat. Katinak köszönöm, hogy eljött Én hozzánk. Én is nagyon köszönöm, és nagyon élveztem és jó időt kívánunk is. nektek, Buda őr. Szombat este nyolc ezen a héten. És hát ezt a rokkos, rokkos repertoárt fogják hallani, akik, akik kilátogatnak, és nagyon reméljük, hogy jó idő lesz. Én ott leszek. Köszönjük szépen a hallgatóinknak a figyelmet, illetve a YouTube csatorna nézőinek is a figyelmet. Velem két hét múlva találkozhatnak karcolatadással, hallgassák továbbra is, és nézzék a Karcefem műsorait. Köszönöm a figyelmet, sziasztok!